5-6 évvel ezelőtt kezdődött, akkor még ilyen lelkes egyetemistaként összeverődtünk, hát ilyen szokásos sztori, egy társasága, és akkor így alapvetően így a funk zene volt kikiáltva egy ilyen energikus és nagyon, nagyon otthonos vonalnak, és aztán ilyen nagyon sok korszaka volt, vagy ilyen próbálkozása, meg időszaka a zenekarnak, most is egy bizonyos korszakban vagyunk. Hát ilyen mainstream-es, jazzes vonaltól egészen a latinig, meg voltak ilyen drum and bass-es, folkos kísérletezések is, és most egy ilyen elég monumentálisabb, ezzel a funkos irányjal megmaradtunk, egy ilyen monumentálisabb 10 fős hangszereléssel. Nekem ez 9 évesen kezdődött, sőt igazából 6 évesen, mert 6 évesen kezdtem el hegedülni, de az nem jött be, és akkor 9 évesen kezdtem el dobolni. Mi az egyetemen voltunk évfolyam társak a stúl, és ott alapítottunk egy ilyen zenészkört, és ott találkoztunk, és aztán onnan egyszer csak jött a telefon, hogy lenne kedved, és lett. Amikor mutattam a srácot, hogy ő jó lesz majd dobosnak, akkor ott sokan húzták a fogukat, hogy ez tud ő funkot vagy jazz dobolni, mondta, hogy bízzátok ide. Persze akkor ők nem tudták azt, hogy én akkor túl voltam már mindenféle ilyen quintet, quartet, big band, meg szóval így mindenféle dolog volt. Azt mondom, hogy ez mindenkiről elmondható kb., hogy így sok színű a zenei háttér. Én 8 évesen kezdtem a zenével foglalkozni, abszolút klasszikus irányban, én harmonikázni tanultam, és ezt hát 16 évig műveltem, ha jól emlékszem egész pontosan. Sikerült 2-szer országos bajnoknak is lennem korosztályosan. Sebességre, igen. Számolták, hogy hányszor tudok billenteni. De ez tínédzser koromnak a hajnalán volt 13-14 évesen. Menet közben alakult egy tínis zenekarunk. Abban nem kellett billentyűs, mert volt egy fiú, de viszont mondták, hogy hát figyelj, így a ritmus hangszerekkel így el vagy valahol. Hát mondom, van ritmus érzékem a zenélés révén, meg szeretem csinálni, beálltam perkázni. Aztán utána mondták, tudsz egy kicsit énekelni? Hát mondom, amennyire szolfézs órákon kellett, annyira tudok énekelni, és akkor beszálltam vokálozni. Aztán utána azt mondták, hogy te figyelj már, ezt neked egy kicsit komolyabban kéne csinálni, és elkezdtem énekelni, tanulni. Hát az már csak az utóbbi években komolyan, de karaoke bárok azok, hát nem vagyok idegen. Szintén nyertes alkató vagy. Igen. Nekem is alapvetően ilyen klasszikus alapokon nyugszik az egész, én zongorázni tanultam régen, aztán a többi az ilyen elég ilyen autodidakta módon érkezett így az életben. Nekem egyébként nincsen ilyen nagy, sok zenekaros, sok koncertes fellépéses múltam, de az annál tartalmasabb, az a kevés.